Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Kárcón, és a mai videóban pedig lenyomjuk, megnézzük a Panini Top Class kupának a döntőjét, mivel hogy angol házi döntő van. Lejátszottuk ugye a selejtezőt, majd a két elődöntő mérkőzést, kiesett egy német Bayern München és egy francia Lille, és a végére maradt egy Manchester United, illetve egy Liverpool, úgyhogy egészen izgalmas lesz. Nézzük is meg, hogy akkor melyik csapata jobb igazából. Szedjük itt még van néhány pakkom a display dobozból, szerintem ez elég lesz, legyen egy az aljáról, egy a tetejéről, és kettő mondjuk valahonnan innen a közepéről. Úgyhogy meg is vannak a random kiszedett pakkok. Lessük meg, be is hozom az eredményezőt tehát Manchester United, Liverpool, angolházi döntő. Itt van néhány csomag még, hogyha kellene az aranygólhoz, ha ezekkel nem dőlne el. Kíváncsi vagyok. Ugye a selejtező szerint, meg a további kieséses szakaszos meccsek szerint, ugye ez a kettő egyik legnépszerűbb csapat, vagyis hát a legtöbbet elhelyezett csapat ezekben a csomagokban. Rengeteg kártyát adnak, úgyhogy meglátjuk, hogy kinyeri a végén az utolsó nagy meccset, bármilyen Manchester United-os logója, játékos, tök mindegy mi, ami köthető vagy a Unitedhoz, vagy a Liverpoolhoz, akkor az szerzett egy gólt. Úgyhogy nyomjuk is, nézzük az első csomagot. Nagyon izgatott vagyok, jó lenne egy, egy igazán goldús meccset látni. Modric az első, majd utána egy messi Bappé-Neymar trió, elég durva. Három csillogós pakba, Manchester City fordítunk, Messi, Messi ez hihetetlen, urálja a videót egyenlőre, Mingéza és egy megkínja a végére, három csillogósnak kifejezetten örülök, az mondjuk eléggé masszív. Jó, jöjjön akkor a következő pak. Bontsuk ezt is, ebbe mi lesz vajon? Egy De Jong, majd utána egy Icardi, egy Alexandro, fordítunk, te jó ég! Haaland, így ír alá a faszi, de király! dombornyomott az egész minden betű, nagyon szépen meg van csinálva, PR, illetve egy bentekör, tehát gól igazából nincsen, de úristen, egyetlen egy különleges volt a pakba, az viszont mindent felülír, őrületesen királyul néz ki ez a Haaland kártya, és eddig nem volt meg. Na de vissza a meccshez, nézzük akkor a második fél időt, jöjjön az is, azt mondja, hogy ez egy Sergio Santos rookie kártya, nagy tehetségnek van kikeltve a fickó, celik, fordítunk, Angel Di Maria, Van biszaka. egy vendégmezes Manchester United lappal megszerzi az egyik angol csapat végre. Itt az első gólt, 1-0-ra vezető United, Schulz és Hermózó. Most már csak egy csomag van hátra. Nézzük az utolsó pakkot, amivel még simán lehet esély egyébként, hogy visszajön a Liverpool. Azt mondja, hogy Robertson. Hát ez nagyon gyors volt. Egyből egy csillogóssal itt a Liverpool megszerezte az egyenlítő találatot. Az komoly úgy. Majd utána egy Inter van itt nekünk. Liverpool! Firmino! Mi történik ezzel a csomaggal? Három csillogós van benne, Kettő különleges kártyával egy idol, illetve egy top defenderrel meg a Liverpool megfordította a meccset. Egy nulláról hirtelen kettő egy lett. Vinicius Junior, Upamecano, és se végére és Stefan de Vrij nyert a Liverpool. De hogy, amikor azt hitte az ember, hogy már vége, Manchester United siker, mert a Liverpool nem hajlandó megjelenni a meccsen, hirtelen kettő különleges gólt szereznek egy csomagból, nyert a Liverpool, megnyerte ezt a top class kupát, egészen, egészen jó volt szerintem, én nagyon élveztem ezeknek a kártyáknak a bontogatását, főleg így, hogy ilyen szép lapokat lehet belőle nyitni, úgyhogy srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, vélhetően fogunk még egy-két meccset csinálni, meg bontogatni ezekbe a pakokból. szállt az, az albumot be kell majd telíteni, legközebb találkozunk, addig is jók legyetek, Sziasztok!